most elkészül gyönyörű szépen ez a kontúrunk, amit befelé elsatíroztunk egy pár milliméter erejéig, és most jön az, ami még nem volt, mert egy gyönyörű, szép, világos színt fogok a szád belsejébe, tehát a teljes satírt fogok itt csinálni, aminek az lesz a jelentősége, hogy egyszer optikailag hihetetlen mértékben nagyítani fogja a szádat. Ugye a legtöbb nő az elégedetlen, vagy a felső, vagy az alsó ajkának a vastagságával, de leginkább mind a kettővel. És ugye a profi sminkben is ezt az eszközt szoktuk alkalmazni, tehát a külső sötétebb szín az arra jó, hogy adjunk egy határozott vonalat, egy körvonalat a szájnak, de ezzel a gyönyörű világos színnel fogjuk a szájat felnagyítani. És ami még a nagyon nagy csoda, és amit nagyon fogsz majd szeretni a tetoválásodban, az az, hogy jelenleg csak mi vagyunk azok, akik gyöngyházas, tehát picit enyhén csillogó, fényes szájtetováló pigmenttel rendelkeznek itt messze távol. Tehát a te tetoválásod már nem olyan lesz, mint amit máshol készül, hogy matt színű, és esetleg használnod kell rá egy szájfényt, hogy ez egy picit csillogóvá vagy szebbé váljon, hanem bármilyen hihetetlen ez a pigment most matnak tűnhet, amikor használom vagy satírozom be a szádba, de a végeredménye az olyan gyönyörű gyöngyházas csillogás lesz, hogy egyszerűen imádni fogod. Jó, most megint egy picikét vérzik a szád, ez egy természetes dolog, hiszen egy olyan területen járunk, ahol még eddig nem tetováltunk. Nem fáj egyébként? Milyen az érzés? Nem, egyáltalán. Jó, nagyon szuper, nagyon ügyes vagy. Ugye én nem szeretem azt mondani, hogy a tetoválás nem fáj, mert ez a dolog ez így ebben a formában nem igaz, hiszen ha belegondolunk, ez egy tű, és a te bőröd, és ráadásul ennek a tűnek, ugye egy jó tetováló gépnél másodpercenként 170-szer üt le a bőrödbe, tehát hihetetlen gyors mozgása van, pontosan azért, hogy nehogy a tetováló keze, ahogy satíroz, gyorsabban mozogjon, és ha egy lassú régi gépről beszélünk, akkor a tű mozgása nem tudja a kéznek a gyorsaságát követni, és ebből vannak a heges szájak, mert ugye nem leüti a tűt, és nem beviszi a festéket, hanem felszakítja. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen eszközökkel tetoválunk. Tehát én értem, hogy a kézügyesség a sok mindent visz, de a tetoválásnál ez nem teljesen igaz. Tehát itt tényleg csak a legjobb, legprofibb eszközökkel, a legjobb minőséggel lehet aztán tökéletes végeredményt elérni. Picikét érzéstelenítek, jó? Hát ahogy már csupa légy szíves, köszönöm. Ahogy már említettem, ugye ebbe vérzéscsillapító is található, és most, hogy beljebb értünk a szád belseje felé, picit enyhén vérzik, és ezt most megszüntetjük, hiszen a vérzés az elvileg nem lenne baj, egy dolog miatt nem szeretjük, mert hiszen én kívülről próbálom bevinni a pigmentet a bőrödbe, ha pedig valami vérzik, az ugye bentről kifelé mossa ki nekünk a szép festékünket, és akkor ez egy ilyen sziszi-puszi munka, amit végzünk, hogy inkább elállítjuk a vérzést, és akkor alul fogjuk most folytatni. Jó? Itt is kellemes, elviselhető? Abszolút. Szuper ügyes vagy.